Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetek Univerzum, amelyben a 25 éves évfordulójához érkezett lapunk legemlékezetesebb cikkeiből válogatunk egy-egy aktuális témához kapcsolódóan. Ma koronázzák meg hivatalosan harmadik Károlyt, és az ünnepi esemény kapcsán sokan találgatják, vajon ez lesz-e az utolsó ilyen ősi rítusok szerint tartott szertartás, vagy ellenkezőleg a királyság intézménye fennmarad a jövőben is. Azt már II. Erzsébet halála előtt lehetett látni, hogy a királyi intézmény népszerűségét a családi viszályok és a magánéleti botrányok, például a királynő másodszülött fia András herceg elleni pedofil vádak nem rendítették meg. A britek nagy többsége ragaszkodik a monarchiához, bár az adatok életkor szerint jelentősen változnak, míg az 55 év felettiek 77%-a támogatja a királyságot, a 18-24 év közöttiek körében ez alacsonyabb, csak 57%. Nem véletlenül a brit monarchia népszerűségével mérik általában az intézmény támogatottságát. A világ államai közül ugyanis jelenleg 44 olyan található, amelyet uralkodó vezet. Ezek közül 15 a brit nemzetközösség tagja, ahol a mindenkori brit uralkodó az államfő, minden más tekintetben azonban teljesen önálló államnak számítanak. A volt gyarmatokat tömörítő nemzetközösség nem minden ország áll personál unióban Nagy-Britanniával. Az 56 tagállamból csak 14 ilyen van, és ezek száma is egyre csökken. Két évvel ezelőtt például Barbados választott saját elnököt, II. Erzsébet helyett, és most a hírek szerint további államok dönthetnek így, köztük Kanada is népszavazást írhat ki a kérdésről. A további monarchiák szétszórtan helyezkednek el világszerte, egyedül Közép- és Dél-Amerikában nincs ilyen ország, és számuk jó ideje változatlan. Jellegük szerint lehetnek alkotmányos monarchiák, amelyekben az uralkodó hatalmak korlátozott vagy szimbolikus. Ilyenek a nagyobb európai királyságok, Spanyolország, Hollandia, Belgium és a skandináv államok, a republikánus Finnország kivételével. Alkotmányos monarchia még Luxemburg és Andorra is, bár az utóbbi sajátos francia-spanyol dualisztikus formában működik, és a 13. századból származó alkotmány alapján két társherceg vezeti. Egyikük a mindenkori francia elnök, a másik pedig Urgelli, katalán egyházmegye püspöke. Ez a furcsa társbérlet azt jelenti, hogy Andorrát a büszkén világi republikánus Franciaország államfője, jelenleg Emmanuel Macron, akit amúgy nem az andorraiak, hanem a franciák választottak meg, és az abszolút uralkodónak számító római pápa által kinevezett főpap együtt hercegi címet viselve vezetik. A többi európai monarchia mini állam, közülük Liechtenstein, Monaco és a Vatikán részben vagy teljesen abszolút monarchia. Liechtensteinben a nagyherceg bármilyen törvényt megvétózhat, és bármelyik választott képviselőt vagy kormánytisztviselőt menesztheti. Igaz, ha a népnek nagyon elege lenne az aktuális nagyherceg uralkodásából, népszavazással leválthatja, de a rendszert még így sem változtathatja meg. Hasonló, bár némileg korlátozottabb a monakói nagyherceg hatalma. A pápa azonban a Vatikán uralkodójaként igazi teljhatalommal rendelkezik a városállam felett. Ferenc pápa ezt legutóbb azzal bizonyította, hogy az amúgy szintén sajátos monarchikus formában és államszerűen működő szuverén máltai lovagrend alkotmányát egy tollvonással újraírta. A muszlim világban is számos monarchia működik, jellemzően abszolutisztikus formában. Többségük a Közel-Keleten, az arábiai félszigeten található, így Omán, Szaúd-Arábia, Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek, illetve a térség egyetlen, félig meddig alkotmányos monarchiájának számító Jordánia. Elszórtan vannak még monarchiák Észak-Afrikában, például Marokkóban, illetve Dél-Kelet-Ázsiában, Brunei és Malajzia is. Az ázsiai monarchiák közül kiemelkedik Japán, amelynek jelenlegi uralkodója megszakítás nélkül a 126. császár a sorban. Ez a közel 1400 éves folytonosság egyedülálló a világon. Kambodzsa pedig azon ritka ország, ahol a vörös kmerek rémuralma után 1993-ban visszaállították a korábban eltörölt királyságot. Láthatjuk tehát, hogy az utóbbi évtizedekben nagy általánosságban változatlan maradt a monarchiák száma világszerte. De vajon lehet-e arra számítani, hogy a jövőben megnő az érdeklődés irántuk, hiszen az emberi történelem túlnyomó részében ezek voltak a meghatározó államformák.
Az angol forradalom előtt alig volt példa arra, hogy valamely ország lerázza magáról a királyi intézményt, és utóbb közülük is több, például a hollandok, majd az angolok is visszatértek a királysághoz. A fordulatot kétségkívül a francia forradalom, majd ennek nyomán a 20. századi polgári, illetve kommunista típusú forradalmak hozták. Ezek következtében került kisebbségbe a monarchikus berendezkedés. De a királyság eltörlése nem mindenütt jelentett alkotmányosabb berendezkedést, főleg a szovjet típusú kommunista rendszerek esetén. Jogilag a legtöbb országban megmaradt a lehetőség a korábbi államforma visszaállítására. A vélemények azonban megoszlanak arról, várható-e, illetve előnyös lenne egy ilyen fordulat. Az egyik álláspont szerint az idő túlhaladt ezen a berendezkedésen, és a történelmi tradíció fokozatos gyengülésével előbb-utóbb ott is eltűnnek a monarchiák, ahol most még népszerűek. Ahol pedig már évtizedekkel, vagy akár évszázadokkal ezelőtt megszűnt a királyság, ott olyan távoli emlékké kopott, amihez az embereket ma már nem köti semmilyen releváns tapasztalat. Abban a néhány esetben, ahol mégis helyreállították a monarchiát, mint Spanyolországban vagy Angliában, ott egy-két nemzedéken belül történt a fordulat. Ahol erre korunkban történelmi lehetőség kínálkozott, ott mégsem éltek ezzel. Az Egyesült Államok dönthetett volna úgy, hogy helyreállítja a királyságot Afganisztánban a tálibok megdöntése után 2001-ben, vagy Muammer Kaddafi eltávolítása után Líbiában. Ám nem kezdeményezték ezt. Ugyanígy elmaradt a restauráció a kommunizmus bukását követően azokban az országokban, ahol a II. Világháború után szűnt meg a monarchia, mint például Romániában vagy Bulgáriában. Más vélemények szerint azonban éppen a parlamenti demokráciák, de politikai válsága hozhatja újra helyzetbe a királyságokat. A pártpolitikai alapon megosztott társadalmakban a lakosság egyik része képtelen elfogadni, sőt gyűlöli az aktuális vezetőt. Egy uralkodó azonban egyesítheti a nemzetet. Ehhez még csak az sem szükséges, hogy olyan nagy formátumú és népszerű személy legyen, mint amilyen II. Erzsébet királynő volt. Alig ha van valaki, aki fel tudná sorolni a skandináv országok uralkodóit, a tisztség mégis működőképessé teszi az intézményt akkor is, ha az adott uralkodó szürkép személyiség. Ráadásul, mióta a brit monarchia rutinos menedzserei kitalálták a dolgozó királyi személyek, angolul Working Royals kategóriáját, az állampolgárok azzal nyugtathatják magukat, hogy az uralkodó is csak egy a szorgos állampolgárok közül, még akkor is, ha történetesen kiváltságokkal született. Ennek a gyakorlatát láthatjuk olyan uralkodó családoknál is, amelyek vezető képviselői jelenleg nem töltenek be uralkodói tisztséget. Ilyen demokrácia kompatibilis szorgos egykori uralkodó például III. Simeon egykori bolgár cár, aki 2001-től 4 éven át országa miniszterelnöke volt. Az albán trónörökös is szerényen vállalta azt, hogy kormányzati és tanácsadói tisztségekben segítse a választott vezetőket. A román trónörökös felesége pedig a román Vöröskereszt elnöke. A Habsburg család rangidős tagja, Habsburg Károly, osztrák-európai parlamenti képviselőként szolgált, az utóbbi években pedig, mint ahogyan arról a Hetek is beszámolt korábban, a Pán-Európai Unió elnökeként nagyszabású reformterveket készített az unió átformálására. Magyarországot a Habsburg család két másik prominens tagja is szolgálja magasrangú diplomataként. Habsburg Eduard Rómában a Szent Székhez és a Máltai Lovagrendhez akkreditált nagykövetként, Habsburg György pedig ugyanilyen tisztségben, Párizsban. Utóbbi egyébként a Heteknek nyilatkozva 2009-ben ezt mondta a monarchiák jövőjét firtató kérdésünkre. Nem lehet kijelenteni, hogy vége a monarchiáknak, mondta Habsburg György, és az sem, hogy világméretekben visszatérhetnek. Svájcot nagyon nehéz elképzelni, mint királyságot. Anglia viszont monarchia nélkül lenne nagyon furcsa. Spanyolországban a monarchiának nagyobb szerepe van, mint más országban. Vannak olyan országok, ahol ez az államforma nagyon bevett és fontos dolog. Másutt nem így alakult. Szerintem, mondta Habsburg, hogy minden országnak magának kellene eldöntenie, hogy mi a leginkább megfelelő a számára. Nem lehet előre kijelenteni, hogy a monarchia jó volt vagy rossz volt. Édesapámmal, Habsburg Ottóval együtt legitimista állásponton vagyunk. Minden országnak tiszteletben tartjuk a legitim államformáját, válaszolt a lapunknak igazi diplomata módjára Habsburg György. Azóta több mint 14 év telt el, de a kérdés továbbra is nyitott. A monarchia jövőjével kapcsolatos a III. Károly király koronázásához használt legősibb kellék is, amely Skóciából érkezett.
A végzet köve állítólag egyenesen a Szentföldről származik, és több ezer éves. A skót függetlenségi törekvéseknek nagy lendületet adott az, amikor 18 évvel ezelőtt visszaszállították Edinburghbe a szigetország történetének egyik legmisztikusabb relikviáját, a skót koronázási követ, amely a végzet köveként is emlegetnek. A másfél mázsás kő nevezetessége, hogy 1300 év óta ezen koronáztak meg minden kelta, ír, skót, majd pedig 1296 után a mai napig valamennyi angol királyt. 1296-ban első Edward király megszerezte, és más uralkodói jelképekkel együtt magával hurcolta azt a követ, amelyet a skót és előtte a hagyomány szerint a kelta és ír királyok koronázásánál is használtak. A 153 kg-os tömb állítólag Izraelből származik, és azonos azzal a kővel, amelyet az egyik zsidó pátriárka Jákob használt fejpárnaként Bételnél, a ma nevezetes éjszakán, amikor álmában egy mennybe vezető lépcsősort vagy létrát látott. A skót ír legenda úgy tartja, hogy maga Jeremiás próféta vitte magával a messiási királyság egyik jelképének számító követ Írországba, miután az országot elfoglalták a babiloni hódítók. Az Enciklopédia Britannica a legendának egy későbbi változatát említi, miszerint a követ a Szentföldről menekítették el a 8. században a muzulmán veszély elől, és Egyiptomon, Szicílián, majd pedig Spanyolországon átjutott el Írországba. Az írek voltak az elsők, akik elkezdték használni a szent, vagy legalábbis annak tartott emléket a királyai koronázásánál. A szigetről a kelta skót hódítók vitték magukkal Britannia északi részére, ahol megtelepedtek. A feljegyzések szerint 840 körül Kenneth MacAlpin, akit első Kenneth néven a skótok első királya lett, a Scone nevű település templomába helyezte el a követ. Ettől kezdve Kenneth utódai ezt a szent követ használták a skót királyok megkoronázásánál egészen 1296-ig. A független skót királyi cím 1707-ig maradt fent, amikor hivatalosan is egyesítették a két koronát. A koronázási kő másik ismert nevét, a végzet köve, arról a profetikus szöveget tartalmazó fémtábláról kapta, amely egykor a tömb oldalára volt erősítve, mára azonban elveszett. Ennek szövegét a neves skót író Sir Walter Scott jegyezte fel. Így szól: ha a sorsunk nem vészel, és a proféták hangja tovább él, ahol ez a szent kő lesz, a skót nemzet újra kél. Nem véletlen, hogy a relikvia elvesztésébe a skót nacionalisták soha nem nyugodtak bele. Ám mégsem a katonák vagy diplomaták szerezték vissza a követ, hanem négy skót diák, akik 1950 karácsonyán egy kalandos akcióval ellopták azt a Westminster apátságból. Kincsüket egy mezőn rejtették el, míg nem 4 hónapos nyomozás után a brit detektíveknek sikerült a kő nyomára bukkanni. A hatóságok visszavitték Londonba, ám a hajdani elhurcolása után pontosan 700 évvel, 1996. november 15-én az angol parlament döntése nyomán visszaszállították Skóciába. A végzett kövét most az ünnepélyes koronázásra Londonba szállították, ám onnan az esemény után visszakerül Edinburghbe. Ez volt tehát a Hetek Univerzum mai adása, köszönjük, hogy velünk tartottak. Korábbi részeinket a leírásban szereplő linkeken tudják meghallgatni. Hamarosan újabb izgalmas témákkal jelentkezünk, addig is kérem kövessék YouTube csatornánkat, amelyen naponta jelentkezünk aktuális hírekkel és interjúkkal, valamint a hetek.hu online híroldalunkat. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Figyelmükbe ajánlom a hetek aktuális számát, amelyet online előfizetőink már a megjelenés előtti napon olvashatnak a hetek teljes archívumával együtt. Jó olvasást kívánok mindenkinek, és viszont hallásra a legközelebbi találkozásig!